Színpadján fogadják szeretettel Markos Györgyöt. Aranyesek, újon te rád, és újon rád a boldogság. Minden álmom, te vagy nékem, megcsókollak majd a réken. Csakolom a kezedet, megláttad Klárikát? Az előbb még itt volt. Valakivel összekevered most magadat. Most jöttem egy pókerpartiból, volt egy Royal Flush-on, de megkontrázták, és kaptam egy 7 méterest, és kiállítottak. Hol vagyok? A Szulácsóban foglalj helyet. Nagyon szia. Szépen köszönöm, így maradt a hangom, de nem. Attól féltem, hogy a legújabb nagy lemezedről egy ilyen kis belépő ez. Nekem egy Hermelin belépő kéne, csak nem áll jól nekem. Jól nézzek ki, jó erőben igen, vagy. Igen, akkor láttam onnan, amikor 1981-ben... De vitáim... semmi bajod nincs. Mert nagyon jól nézett. Nem, van egy kis brontosaurusom, hála Istenben nem van a dolog. Na szóval az a lényege, hogy én akkor nehéz atléta voltam, és volt az edzőteremben egy ilyen 50 kilós vastöm, akkor Andika, én voltam, durván 84 kiló volt a versenysúlyom. Most se vagy több egy grammal se. Ide mindig jövök, ez egy tünnöm. Csukom a kiszti hangját, megmondom őszintén. Szóval az a helyzet... Jaj, mi lesz itt ma, még hölgyeim és uraim, községben a biztonság jövő. És kérlek szépen, elkezdtek cukkolni, na mi van? Kemény fiú, azt mondták, 1981-ben az nagy lóvé volt, kapsz 5000 forintot, ha átviszed a Szabadsághídon dilatációs ponttól dilatációs pontig egy kézzel. Hát annyi, mintha most engem vinnél át oda-vissza. Nem, ez nem igaz, nem. Andika, az tényleg 50 kiló volt. Szóval az olyan értelemben, hogy... Elkezdtem menni 80 méter, ez 200, és átmentem a hídon, eldobtam a súlyt, hagyat vágtam magamat. De ez egy elég macsó dolog, azért tegyük a kezünket a szívünkre. Macsó, hát mondták, hogy én macsó, mondom, már csókolóztam a kap alatt, erre gondoltál. Egyébként én megmondom őszintén, nem vagyok ilyen. Én imádom a romantikát, hát a lírát, a dollárt, a euró az a legjobb a fizetőeszköz most. Én egyébként ténylegesen, Andi, nagyon szeretem. Ha arra célzol, hogy én most lelketlen mácsok, én szeretem a nőket. Én nagyon szeretem a nőket. Sütve. Nem? Bocsánat. Bocsánatot kérek szépen, ezt kikérem magamnak, úgyhogy bizonyítok. Mondd meg, hogy imádom a pesti nőket, arra jársz. Mondd meg, hogy nem tudom feledni őket. Hogy? Abszolút, hát így ömlik belőlem. Úgyhogy összesöpörni. Milyen nőket imádsz? Az az igazság, hogy minden csak alezedesen, de nem is az a lényeg. Szóval de miért pont alezedes? Megmondom neked férfiasan, hogy alapjában véve nincsenek ilyen szőkenős fóbiáim, ez nem igaz, tehát ez így nem áll meg. Attól, mert egy nő szőke, attól még lehet buta feled a nőket összefüggésben. Előfordul, hogy a hajával együtt kihidrogénezik az agyát is, de ez nem lényeges. És nehogy azt higgyed, Andika, hogy én most neked szőkenős vicceket fogok mondani. Nagyon tévedsz. Nagyon azt szeretném, ha kimélnél, kimé. Azt hiszed, hogy most azt hiszed, hogy én nem mondok szőkenős viccet, te nagyon tévedsz. Szóval az egyet elmondok. Szőkenő megy az utcán, és a rendőr megállítja, és azt mondja neki, jó estét kívánok, személyigazolvány, jogosítvány, kérném szépen. A csajhót ideges, ugye a műszertáskába elkezd matatni, előveszi a 60 doboz akármit, ugye, olvészbetét, óvszer, minden, benne van rakéta, kirőgond, géptiszt, minden, erős, se, nincs. Tessék ma megnyugodni. Az a igazolványon rajta van a fényképe. Tehát Cikton csak ideges, hogy kiveszi a kis tükröt, átadja a rendőrnek, azt a rendőr. Ja, elnézést, nem tudtam, hogy kolléga. Voltál te egyáltalán szerelmes? Voltál? Megmondom magának őszintén, én olyan szerelmes voltam, hogy... Kabos Gyula! Kimély! Hogy retúrjegy nélkül... Az egész repertoárt meg fogjuk ma kapni. Retúrjegy nélkül voltam szépen, megmondom őszintén, mert oda voltam, vissza már nem tudom, ott voltam kis Dorozs mellett. Aranka gyönyörű volt, megmondom magam őszintén. Tudom, mikor voltál Aranka, szerint? Aranka így nézett ki. És ez csak a feje volt, most képzelj el. Aranka gyönyörű volt, Aranka. Mit mondjak magának? Aranka 180 centi széles volt és 90 centi magas. Otthon dupla ágyon aludtunk, mégis a földön aludtam, ugye kérem szépen. Aranka olyan volt, mint a toronyórát. Pontosnak nem volt pontos, de ütni azt nagyon tudott, megmondom magának. Te mondd, te reggeltől estig ilyen vagy? Vagy csak akkor, amikor nem, közönség nem, 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 megmondom neked egész őszintén, reggel csodálatos vagyok. Attól függ, hogy milyen rádióalamast fogok be, tudod, mert én reggel nagyon korán kellett. Rosszat sejtett. Visszautasítom, ezt a történetet hagyd mondjam el neked, miért fölébredek. Művészház, Veszprém. Éjszaka következőt lehet hallani az egyik színész szobából. Egy női hang. Megőrülök, 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 megőrültem. Ez volt, amit lehet hallani. Reggel Latinovics Zoltán áll a zuhanyozóba, és bemegy az egyik színész kollega. Szervusz Zolikám, mindent hallottunk az éjszaka. Jó volt, mire Latinovics? Nem tudom, hogy miről beszélsz. Célzásod gusztustalan, ízléstelen, sőt, visszautasítom. És a legteljesebb diszkréciódat kérem. De... Szóval,
Szóval a legteljesebb... Reggel úgy ébredek, hogy rádió, tudod. Van, aki a telefonhoz nyúl, én a rádióhoz. Van, aki átnyúl az ágyon, és ott van. Előr is azt, hogy hátul is azt, hogy van, tudod. Nem rádió. Blikus, megnyúl. Deutsche Radio Rundfunk, und das Bayer ist Volksmusik, és akkor ezt lehetett hallani. In Bergen und Dorfen, die Liebe ist so schön. In der Schweiz, in der Schweiz, in der Schweiz. Die Mädel und Jungen, sie tanzen, ist so schön. In der Schweiz, in der Schweiz, in der Schweiz. Jore, 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 di, jore, 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 di, jorleri. Ja, bocsánat, elnézést kezdtem, bocsánat, kezdtem. Nem válaszoltál az előtt. Igen. Soha nem voltál szerelmes? Na, az úgy Bonc Gézát idézem. Drága én nem az Géz. Vagyok, akinek látszom, hogy egy elvarázsolt királylány vagyok. Na mindegy, erről akartam beszélni. Ezt egy nagyon híres angol állampolgár mondta egyszer, 1967-ben. I'd never fall in love again. Darül, borul, adul! Kérünk szépen egy másik barkot. Nem. Kérünk szépen egy másik színészt. Törlést kérünk szépen. Gyurci. Igen. Ott tartottuk, hogy szerelem. Én tudom, hogy te Istenjel énekelsz, és remekül tudod mulattatni az embereket. Szóval az igazság, hogy szerelmes voltam. 1960-ban Megré felügyelő kiment a Szajnapartjára. Forró augusztusi estén belenyúlt a belső zsebébe, elővette 38-2, majd visszatette, átölelte a gyönyörű lányt, szőke volt, karcsú dereka, Suzanne már nem volt a válasz, és akkor átfogta a karcsú derekát, erős combját, és arra gondolt, merre lehet vajon most a Luka. A szerelem csak egy nagy illúzió. A kedvesünket olyannak látjuk, amilyen szeretnénk, hogy legyen. Nem tudom, biztos... Ez egy kicsit keserűnek hangzik nekem. És van még egy nagy francia mondás. 14. Lajos mondta, hogy az áram én vagyok, ezért mindenkivel kezet rázott. Nem. De tényleg... Egy komoly szót nem lehet belőle kimúzni, nem már, bírom már. Bocsáss, bírom. De addig arról van szó, hogy azt szeretném, hogy te jól érezni magad, tulajdonképpen ez a lényeg. Szóval van egy Kornélnek... Akkor menjünk ki a büfébe, gyere Gyuri, mert én ezt nem bírom sokáig. Kornélnek van egy mondása az Elcidben, amikor azt mondja, francián idézem, hogy ce qui l'abandon, l'honneur pour l'amour, il perd tous les deux. Ez francia azt jelenti, aki feláldozza a szerelemért a becsületét, az mind a kettőt elveszíti. Ezek nagyon bölcs gondolatok, amiket... És van még egy nagyon fontos mondásom. A Kós Jancsi mondta ezt nekem 1965-ben, és a mai napig nem felejtettem el. Aki másnak gebelbérdes, maga buldás benne a dálban. Én most igen. A te gondolataidra volnék kíváncsi. Szerelmes ha voltam akarsz, egy lányba. Válaszolsz, ha nem akarsz, nem. Szerelmes voltam egy lányba, Balatonon voltunk, gyönyörű balettas lány volt, kimentünk a stéget csókolózni. Kék volt az ég, zöld volt a föld, barna volt a Pista bácsi, barna Pista bácsi úgy hívták. És tulajdonképpen jöttem ki a stégről önfeledten, lebegtem, légpárnás lettem. És csak látom egy olyan 5 perc, hogy jön vissza a kislány egy másik fiúval, ül a biciklivázon, pedig lánybicikli volt, nem érdekes, nem azért a fontos ebben. És azon gondolkodtam, hogy honnan vett ennyi csövet. Na ez a lényeg, hogy akkor összeomlottam, magamból zárkóztam, elvesztem a kulcsot, csak úgy tudtam kitörni magamból. Ez keserű első család. Nagyon első. Keserű volt. És a második? Királygyi Pali bácsit idézem, a összes szerelmi bánatomba fejbe lőttem volna magamat, velem lenne tel a kerepesi temető. Én még ezt sem hallottam tőled. Én imádom, a szerelemben vagyok szerelmes. Az érzés gyönyörű. És mikor volt utoljára ilyen szerelmed? 1914-ben. Volt. Nem, volt. Volt egy esetem.
Volt egy esetem, nem, ezt el kell neked mondjam. A 89 éves Vince bácsit megkérdezi a riporter. Vince bácsi, hány évesnek tetszene? 84. Hogy van ez a taktaharkányban ez a izé, ez a 9 éves kisfiú? Aranyos, a Pisti az nagyon aranyos gyerek. Nagyon szeretem őt. Jó van, de hát van egy gyerek nagy kanizsán is, az a... Jó, az ikrek, a Mártika meg a Gyöngyikák. Az milyen aranyos, te Jézus Mária. És mi van Balassagyarmaton azokkal a ikerfiúkkal? Azok is tűnek, de Isten áldja meg, hány? 89. Hát hogy csinálja? Van biciklim. Szóval... Szörnyű vagy. Én akkor adja vissza a reményt, hogy egyszer valahol egy helyes asszony oldalán biztonságban tudva. Megmondom nekem, mi a zsánerem. Nagy félrejtsed. Legyen 174 centi magas, 54 kiló, saját hajszíne legyen, világos szemű, kicsit ilyen északi típus. Az a legfontos, az érzelmek a lényegesek. Ha van egy úszómedence, nem baj, egy autó esetleg, egy nyaraló a Rivierán, tudjon négy nyelven beszélni, és ne tartózkodjon Magyarországon. Hányha esetre, ha tudnak ilyet, hölgyeim és uraim, szóljanak, lehet nálunk jelentkezni. Ott szakítottunk például az elején, hogy dalokkal próbálsz kedveskedni. Hát először is, ugyebár nagyon kicsi lány voltál, amikor először láttalak énekelni Füreden, nagyon gyönyörű kis csitri voltál, mindenféle furcsa dolgot tudtam volna előven a nadrágomból, amikor megláttalak. És... De úriember voltál velem, még ajánlatot se tettél. Most lefázadsz? Egy null ide végre. Nem, de Andika! Szóval... Ne legyünk komolyan. Az úr az pokolban is úr kell legyen. Tehát egy hölgyel állok szemben, akkor úgy viselkedek vele, mint egy hercegnő. Ha valaki... Értékelik ezt a nők? Tessék? Értékelik ezt a mai nők? Nem. Oda, régen elnézést, ezt meg kell mutatni, hadd idegeskedjen a szerkesztő egy kicsit. Úgy kértük fel a lányokat a 60-as években, Dikám, erre te nem emlékszel. Ott volt a gardedám, a kislány, és ennyi volt. Kezi csókolom, napszaknak megfelelő. Jó estét kívánok. Meg tetszik engedni, hogy Erzsikét fölkérjem táncolni. Kérdezze meg a lányomat. Erzsike? Szabad, mire rá ne kölyök pofámat, azt mondjam, gyerekkel nem táncolok. Mondom, elnézést, nem tudtam, hogy áldott állapotban van. Azért van egy női ideállam, ezt meg kell mondani. Erről kérdeztelek az elején. Van egy női ideállam, ezért kellett itt szenvednünk egy és hírót. Hogy kényeztettem Arankát, azt nem is mondtam magának. Azt mondta, hogy vegyek neki, mindent vettem neki. Azt mondta, vettem neki, mit szeret, azt egy fáradt szatén rózsaszín melltartót. Hát megmondom őszintén, akkora melltartó volt, hogy mint egy átlósan átlágos dunnahúzat, ugye, mert kérem szépen. Bementem a boltba, mondom, jó napot, kérek egy fáradt rózsaszín szatén melltartót. Futott vele két kört az elő, elég fáradt lehet csomagolni. Na most félretéve a tréfákat. Szóval azért nekem voltak hódításaim. 1965-ben Balatonon fiatal voltam, 20 éves, Isten. Már vagyok már 3x20 majdnem, szóval nem is ez a lényeg. És volt egy osztrák hölgy, aki senkivel nem akart szóbálni. Ott már minden le volt jövő. I beg your pardon, I'm so from you and the United States of America, nem? Buongiorno, signora, come sta? Io sono italiano, andiamo a mangiare, ballare. Nem, nem jött be. Österdem, az se jött be. That's with you, barisnya, kéne neked harisnya, az se jött be. És akkor én oda mentem a következő trükkjel, már nem volt mit veszteni. Csajot napozott, és mindenki le volt nézve. Oda mentem, hogy Guten Tag, Entschuldigung, ich spreche nur ein bisschen Deutsch, ja. Können Sie mit helfen ein bisschen? Ja, wie bitte? Fordítom magyarul, nem akarna vigyázni egy kis fiúra? Dehogy nem, szív, hol az a kis fiú? Itt van! De ha már a hódításaidról van szó, nekem egy sztorid maradt meg az emlékezetemben. Egyszer mentünk valahol nyíklátházak környékre, és ott fölsikoltottál. Belementél majdnem az árba, az kegyed. Azt meséld el. Nádas, bonc, tettes társak, jöttünk haza, nyíklátházak. Veszélyes hármas volt ez, hölgyeim és uraim. Örülünk, hogy túléltük. Szóval, jöttünk haza, és én tele voltam tesztoszteronnal. Abban az időben, az még rég volt, még bemapóstromolt a Sepsisen-Györgyöt. Szóval a lényeg az a történetnek, hogy mondtam, innék egy kólát, mert szomjas vagyok. És azt mondta, álljunk meg. És ott egy ilyen diszkó, ment a Happy, meg a Kézkola, ez a szöveg ott ment, jól érezték magat a fiatalok. És bementem, és ahogy belépte, azt mondja, hogy olyan ír, ott a szerelmed. Egy gyönyörű szőke, tényleg kultúrát arcú, fehér zsabós blúz, fekete szoknya, nem nadrág, Andi, nem farmer, körömcipő. Nem volt ki, alig volt kisminkelve, egy teljes kis finom, decens vég, itt a királylány, Katrin Dönő fiatalon. Oda mentem hozzá, remegő lábakkal, táncol, hölgyem, magázva. Oda jött, átöleltem, Hasevajs de Bardem, ment a hidegvágóval szedjük szét őket, előbb utóbb című fejezet, és
a Bonc meg a Nádas drukkolt nekem, hogy tetszett nekik. Egyszer csak a legforró pillanatban, amikor a leglágyabb volt a rész, a lánynak kivillant a vasfoga, az összes trafó kiment a környéken, és telve szerelemmel csak ennyit mondott, engagement, te genya! Bonc Géz odajött és azt mondta, udvarolj még egy kicsit, Markos Gyurka! Ez volt az igazi hidegvágó. A másik, aztán volt egy olyan dolog, hogy odahívott Bonc Gézi minket Pécsen Nádas Gyurival meg Lerferivel, mert egy hölgyben voltunk, egy kicsit érdekeltek, és a színpadon a jelenet mögött Bonc Géz odahívott, azt mondja, Lörcsi-Förcsi, már gyanús volt a becézgetés, gyere csak ide Lörcsi-Förcsi. Nádas Bumbi, a gyerekkori neve oda. Markos Gyurci-Burci, gyere. Tudjátok, hogy mik vagytok ti? Nem tudom. Egérkék, miért? Mert mindig ugyanabban lugujátok oda-vissza. Szóval, na aztán volt egy nagy sztorim a Palatinus strandon. 1970, akkor voltak ugye rendekleg NDK-s lányot ide nyaralni, nagyon csinosak voltak, meg kell mondani, szőkék voltak. Nagyon odaadóak. Hallottál valamit, édes? A tes, van tesod bátyád, aki mesélte, hogy egy nyulatkát tőle, szóval szokták mondani, na mindegy. És ott egy lány ült ott a meleg vízén, nem tudom, jártam a palán, ott van egy ilyen meszelt rész, nem tudom meszelni, és ott napozott. Hát ugye, és hát rögtön szerelmes, gyönyörű volt a lány. 80 méter volt, és ez csak a combja. Hát egyszerűen egy ebből torony. És oda mentem hozzá, és csókolom, Cary Grant, csókolom a kezeit. Arra ugyan, hogy így délidőben megzavarom. Tulajdonképpen nekem Anaxagorász jut az eszembe, és az Énoi sztoikus iskola. Amikor azt mondja Demosztenész, hogy Demosztenész az anyádba, szóval most lehetne ezt forszírozni. Volt ott görög filozófia, objektív materialisták, Pitagorász, Monte Cuccoli, már mindenki letolta a bugyját a környéken, már mindenki meg volt győzve, ez meg ült és nézett. Mondtam neki akkor, Petőfi verseket idéztem, Arany Jánost idéztem, Rambo, Soissage-ma douleur, tient toi plus tranquille, francia, szavaltam neki Rambót, szavaltam neki, mindent szavaltam, semmi. Egy óra van rámosol, és azt mondja, zsessem gafcsi, zsessem polska, nyerezom, és sem. Egy másod, hiába pofáztam, úgy berágtam, hogy volt egy NDK-s csapat, fogtam egy 70 éves NDK-s sajt, és hazavittem. Már nem tudom, hogy német volt, mert egy szót nem szólt, úgy látszik, nem volt semmi probléma. Hát ez csak ezt tudom, hogy szólt, ugye? De hogyan szoktál hódítani? Van-e valami trükk? Kérlek szépen, van trükk, ha hiszed, ha nem, megmutassam, szoktam így énekelgetni. Nagyon lírai, gyönyörű, lírai. Abszolút lírai. Na erre majd visszatérünk, most előbb egy kis reklám következik. Hölgyeim és uraim, maradjanak velünk, mert ha minden igaz, nem tudjuk megúszni. Markos György ismét énekelni fog nekünk. Eddig nem beszélt róla. Most kiderül, mi az igazság. Legféltettebb titkáról Markos György. Folytatjuk tehát Markos Györggyel, és most szeretném, ha néhány percig komoly lennél, olyan, amilyennek egyébként én a színfalak mögött is ismerlek. Soha nem gondoltál arra, hogy családod legyen? Anyukám, Isten nyugosztak, egy csodálatos asszony volt. 4 gyereke volt apukával együtt, aki szintén egy érdekes ember volt, ezt szeretném mondani neked. Nem tudom, belefér, hogy elmondjak egy sztorit apukámról. Minden. Köszönöm szépen. Anyám egy csodálatos asszony volt, olyan humora volt, ha leült egy társaságba, 3 percen belül Alfonzot ott hagytam mindenki, és az anyám köré csoportosult. Akkor a következő szöveg volt. Anyukám ül a társaság közepén, és megjön apám, nem mondom, hogy nem csajozott, egészségére. Hát ugye inkább oda jár csajozom, mint hogy a pisivel ment az STK-ba. Doktor úr, már megint békát nőttek a vizeletet. És akkor anyukám csak így nonchalanszal odaszóltam, az épp megérkező apámhoz egy 60 fős társaság, hogy mi van, Józsikám, már megint a kurváknál voltál? Szóval mit gondolsz, anyukám, lopom én a fütyimet? Mert anyám, igazad volna, loptad volna, jobbat loptál volna. Otthon is anyukám egy ilyen őrmester asszony volt. És nem jött el a te életed őrmestere? Dehogy nem, csak azonnal leszereltem. Szóval megváltozott a világ, és ez alkalmazkodni kell, tehát új város, új szerelem. Nem tudsz mit csinálni. Én nekem már marslakó egy csaj odajön, és a következő mondja, tök jó volt, leventük, tök buli volt, tehát ez volt, játszikai főttek a témába, itt a tök jó pasiót levettem, vagy mondom, tolmács kell hozzá, nem tudom, miről beszél. De most nézd meg a gyerekmesét is. A Maci megerőszakolja a medvét. Apropó, erről jut eszembe, az egér elveszi a feleségül az elefántot, azt ismered? És jön a nász éjszaka, és nekik ez az egérke, és az elefánt meghalalat, azt mondja, te jó Isten, egy percig voltam házas, és egész életembe temethetem. Hát
De abban a speciális helyzetben, hogyha véletlenül mégiscsak akad egy olyan vevőkészülék, egy női hölgy, igen, aki értékeli a te finom lírádat, igen, vagy euródat, vagy mindegy, akkor mit énekelsz neki? Hát kérlek szépen, hogyha bugisen akarom, akkor így akarlak téged meghódítani. Andi, Andi, nem vagyok olyan Jambi. Imádlak, kívánlak, megszívogatnám a... Na jó, 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 csak mondtam. Ne. Jó, hát csak... Mindenek szóval, van egy szóval határa. Még Romániának is tudom. Jó, van, rendben van, akkor rendesen elének neked egy olyat, amire te is be fogsz szeretni belém, nekem ott a rája. Tessék, parancsolni. Lehet, hogy szép nem vagyok, és mégis hódítom, hogy miért az többé nem titom. Szerencse jár én velem, bár ifjú, én szívem, csak a régi módi kedvelem. Mert hogyha felveszek egy csoda zsirárdi, megkerekít vele a kártit rémes. Kedvi édes, ez az új ódivat. Lehet, hogy szép nem vagyok, és mégis hódítok, hogy miért az többé nem titok. Bugi! Köszönöm szépen! Van még? Majd a végén. Ájszó, vonázó, na látod, milyen lett a kabátod, ahogy szokták mondani. Szóval Nádas Bonc trió az halálos veszedelem volt. Már mondtam. És egyszerűen a 84-es években ültem a mikroszkópban, ott tag voltam a színpadban, és bejött hozzám egy RSG-s kislány, ritmikus sportgimnasztika, gyönyörű volt a lány. De tényleg szép szőke, csak egy kicsit lóisztikus volt a fej. Nem nagyon. A felcsi sapkán két lukot, hogy a füle kiférjen, de nem volt annyira lóisztikus. Gyönyörű széles lapát fogai voltak. És te, és a William Shakespeare a Szent Iván járban a Zuboly szerepét ráosztotta volna. Az volt a becsen, hogy tapsi-tapsi. Na kérlek szépen, Bonc és Nádas finoman jelezték, hogy nyihaha van. És Nádas Gumbi, aki egy jól nevelt úriember, a következőképpen jelezte le, hogy a nő lófejű. Most te vagy a Markos, jó? És én vagyok a Nádas. Jött mögött a Bonc, és a következőt csinálták. A Nádas előrajolt, és a Bonc hátulról elkezdte patkolni. És a következő társalgás folyt. Hogy vagy, Ráró? Én elkezdtem zokogni, sírni, és a csanyám, mi az? Ha mondom, hogy a régi történet, Abátszalokon volt egyszer egy ló. És mondom, anyám, most menj meg ebből a helyzetből. Eltelt fél év, ezek már ezt elfelejtették. Megyünk Pécsre turnézni, Markos Gyurci belép a társalgóba, és a Nádas Bumbi beszélget egy igazi lóval. Sőt, beszélget csicsereg. Egy olyan lófejű csaj volt, hogy rajta volt a zabla meg a szénázsák, majd szolgatta rendesen belőle a szénát. A farkával csapkodta a legyeket a hátáról. Sörénye lobogott a szélben. Bonc Gézi jelezte, hogy itt bizony ló esete forog föl. És a Nádas Gyuri azt vett észre, hogy Bonc Géza fog egy lapátot, meg egy csöplőt. De bizony a porondon a manésba a lótát takarítani kell. Én belemarkoltam egy harom kockacukorba. Oda mentem a Nádas Gyuri, csak annyit mondtam. Csinos, hő, ne szedj! És ekkor Nádas Gyuri kígyózó léptekkel elhúzott a csajjal, fölkészül a nászi szakára, mert úgy zokogott az is a rögéstől, hogy a numera veszélybe kerül. De a Bonc Géza azt mondta, a Nádas Bumbi boldogságáról gondoskodnunk kell. És oda mentünk a nász szoba elé, alakult a jelenet, megálltunk a szoba előtt. Természetesen ilyenkor az ember a lóval van dolga, katonai trombitával jezek. Igazodj, balról! Jó. Nádas Gyuri hallottott, hogy vinnyog benn. Különböző erotikus megjegyzések hallottak a szobából. Milyen szép a bőröd, és hátratolta a sörényét neki. Majd kockacukorropogás hallatszott, és utána megkérdezte, hogy mennyi egyszer-kettő, és csak ezt mondta, hogy brrrr, és háromszor a kis tappancsával meghúzta a padlót. Ekkor azt mondtuk, hogy a Nádas Gyurit meg kell segíteni, bíztatni kell. Hogyan lehet a legjobban bíztatni? Először bekapcsoltuk neki a Petőfi Rádion a vízállás jelentést. Gondold végig, hogy arra szerelmeskedni, hogy alsó szopornál a Duna 12,6, ennyien duzzasztott hajóvonták találkozása tilos. Mire kiszod a k***nyátok? Akkor adnál. Ha durvulsz bumbika, akkor jön a Szepesi Gyuri bácsi.
Akkor jön a Szepesi Gyura. Kedves hallgatóink, ebben a pillanatban Nádas Bumbi himbája, himbája, jobbról himbája, aztán balról himbája, és most tolja, tolja előre, tolja! Tolját ti, oda nem, tolja, tolja és begyűrődik. Fücsülöm, fücsülöm a bíró szájába, szemüveget a gyengén látóknak, begyűrődött, nem találja, kin sincs, ben sincs, adj neki Gyurka! Nem öltek benneteket? Ekkora csaj kitrappolt a szobából, és azt mondta, hogy képzelik maguk ezt a bonc, így és ráugrott a hátára. Te mit tudsz adni a nőknek? Egérutat, de azt adom. Andikám, megmutatom neked, hogy én mit szeretnék neked most adni. Jó? Megengedett. Oké? Okay? Fizzab dip dup dubai, shibab dup dup dip bai, bobalab lip lab vup dup sam, sim lab dup dup devil bai. I can give you anything but love, baby, that's the only thing I'm from you, baby. Dream of I, scream of I, where should I find happiness? And I guess all those things was over in Fred Rose. If I just love me less for oh, baby, diamond bracelets for the rest of oh, baby, till the lucky day I'm on oh, baby, I can give you anything but love. Anybody elboldog out the head? Maybe. Az sem baj, ha holnap más szeretsz, baby, vagyonom, ékszerem, nincsen nekem, de van egy kis szobám a hatodik emeleten. A lift nem jár, hát felmegyünk gyalog, nem baj, baby, felettünk laknak az angyalok, baby, 60 fillér kapu pénzért, ó, nem nagy. I can give you anything but love and get back home.